A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház több mint 100 éves, tekintélyes szakmai múlttal bíró, a térségben egészségügyi stratégiai szempontból ma is fontos intézmény. A projektzáró ünnepségen dr. Koltai Áron, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont igazgatója szerint szükség van a rehabilitációs ellátórendszer fejlesztésére, ugyanis a kórház ellátási területe kiterjed Miskolcváros lakosságára és vonzáskörzetére, ami 300 ezer lakost jelent. Dr. Munkácsi Adrián osztályvezető főorvos a tüdőgyógyászati ellátás, a mozgásterápia és az életmód tanácsadás fontosságáról számolt be. A zárókonferencián dr. Cserép Edina Edit pszichiáter úgy fogalmazott, hogy az innováció által segíteni tudnak azoknak, akik kiestek a munkavilágából. A feladatellátáshoz a MISEK, az EMOP pályázati forrásból közel 1 milliárd forint Európai Uniós támogatásban részesült. Dr. Tiba Sándor főigazgató szerint a beruházás alapvető célja az, hogy javuljon az elérhető egészségügyi szolgáltatások színvonala, az infrastruktúra és a műszerezettség fejlesztése révén. A tüdőgyógyászat pulmonológián belül egy, hát mondjuk, hogy légzésfunkciós labor, mert ezt így jobban fogják érteni, egy vadonatúj légzésfunkciós labor került kialakításra. Ezen kívül ott 2-3-4 ágyas kórtermeket alakítottunk ki, mindegyik önálló vizes blokkal. Teljes felújítása volt a mindenféle vezetékrendszernek az épületben és akadálymentesítése. De a elsődleges cél az a közvetlen betegellátás komfortjavítása volt. A pszichiátria épületében pedig egy emeletráépítés történt, mert eddig 3 helyszínen láttuk el a pszichiátriai betegeket, hiszen itt egy komplex ellátásról beszélünk, ez egy pszichiátriai centrum, mert itt aktív betegeket, krónikus betegeket, rehabilitációs betegeket, addiktológiai, tehát droga, alkohol és egyéb abúzus betegeket, nappali kórházi ellátás folyik, és járó betegeket is látunk el. Ebből az emeletráépítés itt ez kifejezetten a rehabilitációs cél szolgálja, de a földszinti részen is alakítottunk ki foglalkoztatót, ott is történt akadálymentesítés, és az egész épületen egy felújító festés. A Semmelweis Kórházban működik egy 107 ágyas aktív tüdőgyógyászati osztály. A tüdőgyógyászati betegeket azután valahol rehabilitálni is kell, ahhoz, hogy minél jobban vissza tudjanak illeszkedni. Azon túl a tüdőgyógyászati rehabilitációnál nálunk a barlakterápia, amit a Lilafüreden végzünk, ez országosan is egyedülálló, 20 éve egy olyan magas színvonalú tüdőgyógyászati rehabilitáció működik, hogy megérdemelték azt az oda jövő betegek és az ott dolgozók, hogy egy felújított helyen végezzék a munkájukat, illetve gyógyulhassanak. A pszichiátriával pedig, mint említettem, 3 épület részben széttagoltan, az nem annyira volt egy sem gazdaságos, sem praktikus megoldás, azzal, hogy itt minden egy épületbe kerül, sokkal jobb lesz az ellátás színvonala, és hát egy ilyen környezetben, hogyha valaki rehabilitációra bejön, akkor az már egy félgyógyulás, hogyha olyan körülményeket látom, mint amit itt sikerült kialakítani. A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése Borsod-Abos-Zemplén megyében 6, Heves megyében 2, míg Nógrád megyében 3 kórházat érint. A pszichiátriai épületet bővítették megváltozott munkaképességűeket segítő csoport és terápiás szobákkal, amelyek nagymértékben segítik a magasabb szintű betegellátást. A pulmonológiai modernizálással az intézmény székhelyén lévő volt tüdőgyógyászati épületet újították fel. A komfortosítás során kórtermeket és hozzájuk tartozó vizes blokkokat alakítottak ki. Az Európai Uniós pályázati előírásoknak megfelelően a teljes körű akadálymentesítés is megvalósult a beruházás során.